Most pedig elégetjük a kalóriákat, egy új sportágat próbálhatunk ki itt a Réphülöpi Mólon. Mit mosolyogsz? A lábtollabdát. Az, hogy nagyon tetszik, meg a cipőjük is, hogy ehhez alakították. A Magyar Lábtollabda Szövetségtől érkezett hozzánk Farkas Lilla és a csapat. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Megismerkedünk egy picit ezzel a sportággal. Most, hogy így már látom ezt a toll alkalmatosságot, így már beugrott, hogy láttam én ezt akár a televízióban is, mert hogy van ennek a sportnak hagyománya. Magyarországra mikor érkezett? A szövetség tavaly volt 30 éves, nagyjából ekkor kezdtek el versenyszerűen játszani, országos bajnokságokat rendezni, diákolimpiát a 2000-es évek elején, illetve ranglista versenyeket is folyamatosan újonc, gyermekserdülő, ifjúsági, felnőtt és szenior korosztályban is. Ez egy tradicionális ázsiai sportág. Úgy tudom, igen. Tehát, hogy ott nagyon nagy sikerrel és nagyon nagy népszerűséggel űzik ezt a sportágat, de a magyarok hogy vélekednek? Vagy hogy fogadták ezt a sportágat? Itthon mennyire népszerű? Egyébként nekem is beugrott, volt olyan osztálykirándulás, amikor így rúgdostuk ezeket, csak akkor nem tudtam, hogy ezt így hívják. Tehát hogy áll most ez a sportág kis hazánkban? Lehet egyébként. Igazából mi azt tapasztaljuk, hogy a magyar lábtollabdázást Ázsiában és külföldön sokkal inkább megbecsülik és elismerik. Például, hogyha Kínában, Tajvanban, Hongkongban vagyunk, akkor egy előfélként kezelnek minket, még akkor is, hogyha ott sokkal nagyobb hagyománya van. Magyarországon kicsit nehezebb ismertté tenni a sportágunkat, hiszen vannak ugye Magyarországon is tradicionális sportágak, amelyek régóta jelen vannak. Nekünk nyilván új sportágként azért nehezebb ismertséget szerezni, illetve tömegbázist kiépíteni is. Mert nem könnyű sport ez, tehát azért ehhez kell koordináció, kell egyensúlyérzék, kell egyfajta, hát nem, ugye azt mondják, hogy gömbérzék, labdaérzék, itt nem arról van szó, de mégis valami ahhoz hasonlatos. Igen, egyébként erről labdák. Majd essék szó, mert ez egy kicsit más műfaj. Szóval azért nem úgy van, hogy bárki csak beáll, és akkor úgy egyből megy a játék, nem kell egy kis képzettség hozzá. Nálunk igazából, ugye mi újszászról érkeztünk, testnevelés órákon nagyon sok gyermek megismeri a lábtollabdázást, ott kialakítják a alapokat, és akkor utána kezdenek edzésre járni a fogékonyabbak. Nálunk igazából újszászon szinte minden gyerek ismeri a lábtollabdázást, és iskolai bajnokságokon is játszanak, és utána kezdenek el edzésekre járni. Aki ügyes fociban, az általában a lábtollabdázásban is ügyes szokott lenni. Így kell hozzá labdaérzék, de szorgalommal szerintem azok is ügyesek lehetnek, akik mondjuk nem feltétlenül jó focisták, vagy kézilabdások, stb. Mi ennek a szabályrendszere itt? Azért a srácoktól látom, hogy néha fejelnek, tehát különböző a hálóból is kiszedhetik, és akkor megy tovább a játék. Ezt elmondod nekünk, hogy áll össze? Igen. A tollas labdához hasonló pályán játszunk, és igazából a szabályok is hasonlóak. Így ázsiai sportágként a többi hasonló ázsiai labdajátékhoz hasonlóak a szabályai. Kétszer lehet egy embernek beleérni, összesen csapatban és párosban pedig 4 érintésből kell eljutatni a túloldalra a labdát. A tollas labda pályához hasonlóan 6,1 méter széles és 11,8 méter hosszú pályán játszuk, amit a lányoknál 150, a fiúknál 160 centis háló oszt két térfélre, és kézkivételével bármivel bele lehet érni, szerválni a pálya széléről az alapvonalról kell, és utána pedig támadó mozdulatokkal szereznek általában pontot, ez a talpalás, ollózás. Speciális cipő is kell hozzá. Igen, azt nézem, mintha valamilyen fantasy filmből ugrottak volna ki a srácok ebben a cipőben, tehát egészen. Kicsit focicipős, de oké, de egy nagyon széles kacsacsőrűhöz hasonlító. Azt szokták mondani, hogy ez a békatalp és a bohócipő kereszteződése. Igazából annyiból előnyös a számunkra, hogy sokkal szélesebb a lábfeje, és hosszabb is. Nagyjából egy 3-4 számmal nagyobb, mint egyébként az utcai cipőnk. Több zoknit is veszünk fel vele. Könnyebb ugye kezelni a labdát, irányítani és eltalálni. Mert hát ugye nagyobb a felület. Ez milyen labda, mert Barbie már mondta, de ez teljesen máshogy néz ki. Ez a ti sportágatok, vagy ez más? Ez a shuttleból, ez egy másik sportág. Tajvanban játszák, igazából a tajvaniak fejlesztették ki a 90-es évek vége felé. Ők ott sportágként játszák, de egyébként a többi országban nem annyira ismert, és nem annyira népszerű sportág. Magyarországon mi évente egy versenyt játszunk decemberben, a shuttleballból, illetve
2019-ben a Shuttleball versenyen voltunk Tajvanban, és 16-ban pedig ők voltak nálunk, tehát azért a tajvaniakkal ez jelenti nekünk leginkább a kapcsolatunkat, de nyilván láptollabdában is felveszük velük inkább a versenyt. Ott van egy labda kinézetű is. Igen, ez a szepadaka. Ez eredetileg bambuszból készült, most már a versenylabdák műanyagból készülnek, ahogy ez is. Malajziai sportág, de a tájföldiek a legjobbak benne. Ez is tradicionális ázsiai sportág, hasonlóak a szabályok is. A három bemutatott sportág közül egyébként ez a leginkább népszerű és ismert, még ha Magyarországon talán annyira nem is, de rengeteg videót látni akár közösségi médiában is, ahol ezekkel a labdákkal tudnak mindenféle olózásokat és trükköket is bemutatni. És mi magyarok hol tartunk ebben a sportágban, világviszonylatban? Európában első és második helyen vagyunk a németekkel versenyezve. Világviszonylatban Vietnám az első, Kína a második. Hát én Hongkongot tenném a harmadik helyre, és akkor minket pedig a németekkel versenyezve mondjuk a negyedik helyre. Hát akkor kifejezetten ott vagyunk a világ elitben. Igen, majd most Kínában lesz világbajnokság október végén, úgyhogy nagy izgalmakkal készülünk, aztán kiderül, hogy meddig jutunk. Egyébként ugye csapat, páros, vegyes páros és egyéni versenyszámok vannak. A világbajnokságon mindegyik versenyszámban játszunk. És korosztály? A világbajnokság felnőtt korcsoportban lesz. Nincs olyan szabály, hogy fiatalabb versenyzők is ugyanúgy felversenyezhetnek, viszont ugye leginkább a ilyen 20 éves felnőttek teszik ki nálunk a válogatottat. Mennyit szoktatok edzeni egy héten? Hát hivatalosan heti 3 edzésünk van, és ezen belül is 3 korcsoport edz folyamatosan Újszászon. Most, hogy készülünk a világbajnokságra, azért hétvégén is szoktak edzések lenni. Hát, na nézzük meg, mert ilyen utcai cipőbe beállunk, nem tűnik könnyűnek a dolog. Én megint ehhez a sporthoz öltöztem. Figyelj, igen. Kifejezetten nehéz. Még ezt soha nem próbáltam. Még szerintem utoljára 10 éve fociztam. Tessék, a profik után bemutatjuk, hogyan is nem kell ezt a sportot nem, most megnézem csinálni. Egyáltalán, milyen a... Aha, ebben jó, most kicsit messzire lőttem. Ezt egyébként ugyanúgy kell használni? Igen, tehát, ugyanúgy hogy így kell rúgni, de kell... és akkor, hogyha a lefejeteket lefeszítitek, talán úgy könnyebb irányítani. Tessék, szandál. Nézzünk egy nyitást, figyelj. Neked felhogy. Még ebben a cipőben könnyebb. Figyelj, az jó. És fejjel is le. Már 3 érintés volt. És a szél egyébként nem annyira kedvez a sportágnak. Nagyon könnyű a labda, 15 grammos, úgyhogy nagyon könnyen elfújja. Igen, a szél. Ez mondjuk egy ide volt, 3. Az csak ide? Na gyere, indíts meg egyet. Szépen. Jó volt. Tessék, szandálban. Teljesen jó. De mondjuk egy olyan fura páros. Vagy 3-3? Ugye 2-2-vel lehet játszani hát, leginkább. Csapatban ugye 3-3. Csapatban 3-3. Hát akkor pont jó, akkor átjövök ide. Jó úgy. Forgóban. Mi szerintem itt el leszünk, Barbie, nem? És akkor ez a pályaméret egyébként? Hivatalosan, hogy ez csak miattunk? Ennél nagyobb pályán játszunk, úgyhogy amúgy ez egy kisebb háló. Ez tök más. Bemutatóra könnyebb ezt vinnünk. De ezzel is szoktatok gyakorolni? Inkább télen, amikor készülünk a shuttleball versenyre, de bemutatókon elővesszük, meg néha edzésen is. Kösz, Barbie! Szerva itt csere ott! Szogja egy kicsit! Pám, ott a nyitás! Bocs, srácok, valakit kilőttem. Ja igen, erre kellett volna reagálnom, de csak moziztam. Jó van, bele fogunk ebbe jönni. Barbie, mit gondolsz? A szünetben egy kicsit még gyakorlunk, nyomjuk. Nem? Nyomjuk. Ott van, meg be a tujába. Szerintem kicsit unnak minket a nézők. Lehet. Akkor menjünk egy picit szünetre, hamarosan visszatérünk Barbival. Szó lesz a Nemzeti Vágtáról a folytatásban, Nagy Feró még énekel nekünk, és beszélgetni is fogunk vele. Tartsanak velünk! Lesz egy-két necces témánk, úgyhogy maradjanak.